a ferencvárosiaknál a labda, Gyepes eladja, aztán visszaszerzi, Szabó Tibor a bal lábán, és aztán fölé. Szabó szögletet szeretne, nem volt rossz lövés, de nem volt szöglet sem, kapni sem ért hozzá. Ez viszont egy sarokrúgás, a labda megint fölé száll, Rutka fejelt közvetlen közelről. Szejler József figyeli az eseményeket, azt, ahogy a Rutka indít. Kriston éri utol a labdát, és jól teszi vissza, némi szerencsével kerül Pintelli, aki fölé és mellé is durrant egyben. Csank János egyelőre nem láthat változást, és rajta sem látszik változás. Kiera? Jól tartja meg a labdát. Pinte! És vezet a Ferencváros! 10 perc telt el a találkozóból, Pinte Attila megszerzi a vezetést a hazai zöldfehéreknek. Gera juhász szorításában teszi vissza a labdát, Szabó Tibor nem éri el, Pinte igen, Takács Tamás pedig megint nem. Első ránézésre nem tűnik igazán jól sikerült lövésnek, Takács mégsem ér oda. Keszei Ferenc talán idegesebben rágózik most, mint kollégája. Ferencvárosi szabadrúgás következik. Dragoner! Csak úgy, mint Rutka, ő is közvetlen közelről fejel, ő is fölé. Csank János sem nyugodt. Megint egy szép akció, egy lágy emelés Lipcseitől. Most ő lehet dühös. Szép kényszerítő volt, Lipcsei át is emeli Takács fölött, és szándékaival ellentétben a kapu fölött is. Folyamatos hazai akció, Lipcsei. Nagyon jó lövés, a felső lécről vágódik le a labda. Megint egy dühöngés, de ez most egy nagyon szép jelenet. Takács talán hozzá is ért a labdához. Rövid a felszabadítás, Gera oldalra, Pinte, nagy lehetőség, mellé. Takács párducként vetődött a rövid sarok irányába, Pinte a hosszúba próbált gurítani sikertelenül. Pedig egy újabb gól talán megnyugtatná Szejler Józsefet. Jancsula! Nincs meg az újabb gól! Takács vetődött le villámgyorsan. Hatalmas bravúr volt a kapustól. Ez már a második játékrész. Gyepes terelgeti a labdát. Megint Takács véd. Messziről szúrta alá az olimpiai válogatott játékos, és az olimpiai válogatott kapus hárított. Zombori, ő csereként állt be. Nagy Gáborra vezeti rá a labdát, aztán visszateszi. Gera. Kényszerítő. Gera! 2-0. 59. perc a találkozón. És egy Gera bemutató tornából. Itt kapja Gera a labdát. Remekül indul meg, pontosan kapja vissza Nagy Gábor, nem meri bántani, és elrúgja Takács Tamás alatt. Most már nyugodtabbak lehetnek a budapestiek. Gera is rábólint az esetre. Kriston? Nem jut el hozzá a labda. Meglódulhatnak a haladás játékosai. Németi? Egy az egyben Szűcssel szemben, nagyon önzetlen, Preisinger pedig szépít. 10 perccel a második ferencvárosi gól után, 2-1. Nagyon kinyílt a ferencvárosi védelem. És kipasszolták őket a haladás játékosai. Németi egy ügyes csel után rendkívül önzetlen. Lipcsei mellett vitte el a labdát, és tökéletes a kiszolgálás Preisinger számára. Keszei Ferenc jelzi, hogy cserélni szeretne. Itt pedig Takács mutogat a védőknek. Ennek ellenére Gyepes fejel,
és aztán levágódik a labda. Jovic próbálkozott közelről. Megint Takásnak akad majd dolga. Ezúttal is ellátja. Legurított szabadrúgás, kemény lövés, nem jön ki Takácsról. Megint egy ferencvárosi akció a 80. percben. Seregi indít, Nagy Gábor pedig kőkeményen lép be. Kis Béla magához hivatja, és második sárgalapját követően kiállítja a szombathelyiek védőjét, aki abszolút nem lepődik meg a döntésen. Seregi. Rutka. Ügyes adogatás, Zombori tovább, Jovic. 3-1. 82. perc. Rendkívül szép támadás. Jovic pedig talán senki sem számított arra, hogy ebben a pillanatban rúgja el a labdát. Kissé ütemtelenül a jobb lábával, nagyon pontosan a hosszú sarokba gurít. Kriston indul a jobb oldalon. Maga elé teszi a labdát. Jovic várja középen. Jó volt az elképzelés, de Kriston átemelt a társ feje fölött. Itt láthatjuk, ahogy mutatja magát Jovic. Aztán csalódottan néz hátra. Csank János emiatt már nem volt annyira dühös, hiszen a hosszabbítást jelző tábla azt is jelzi egyben, hogy a Ferencváros egyre közelebb a győzelemhez. Egy Takás bravúr még a végén Kriston lövését hárította a haladás hálóőre. Ennek ellenére a Ferencváros 3-1-re legyőzte a szombathelyieket.